Van egy teli találat, igen, hogyha itt összenézzük a jelenlegit. Csak majd kíváncsi leszek, hogy milyen felvéve. Jaj, nehéz eset vagy, azt gondoltam, hogy könnyebb lesz. Hát, ami tetszik, az tetszik, ami nem, az nem. És hogyha fordítva varnám vissza a jobb lábot a bal lábhoz? Az nem lenne vicces. Nem lenne vicces? Nem, az annyira nem nevetnék én legalábbis. Azt dobjuk is oda-vissza. Tehát... Mert? De... Hát... Figyelj, mert figyelj. Férfi vagyok, tehát ez, még egyszer mondhatom, én férfi vagyok, nem, tehát nézem. Ez a Mickey egérem volt utoljára ilyen. Egy zselézet, ha is lehet, ugyanúgy visszaadja azt a csillogást, egy kicsit olyan be van fésülje, rockabilly stílusra, hogy nehogy olajozhatok itt nekem. Nem, az, nem fogsz csillogni csúszni. Nem a vízből jövök ki, hanem a rajta vagyok. Tehát, hogy nem úsztam. Ugye rossz szokásomhoz híven mindig azt mondom, hogy nagyon szép a stylisti munka, de egy kicsit kevés benne a gyártás része. De igazából stílus hibát nem látok benne, tehát minden szempontból elégedett vagyok. Most már nincs több női, jó? Na, tehát, most akartam jó, tehát mondani. Nem akarok ilyen színnadrágot, jó? Nem, vagy... színben biztos nem, de fazonban egy picit olyan unisex. Az már még mint? Belefér. Már. Volt versenyben Anna Mari és Blanka. Ez jó. Elképesztő. Talán Anna Marinak egy picit nehezebb volt a feladata, úgyhogy téged választottalak. Gratulálok! Te vagy a héttervezője. Köszönöm. Nagyon megörültem, nagyon nagy kő esett le a szívemről. Nem gondoltam volna, hogy Márta, Blanka mellett, a nagy kedvenc mellett engem hoz ki győztesnek.